Imapercek Smudla Tamás plébánossal. Mai alkalommal talán éppen az olvasmányhoz próbáljunk egy kicsit fordulni. Izajás prófétától van egy szép, szinte hát mondhatnánk imádság, jellegű, szép tanítás, aki többször szerepel az advent folyamán, az adventi reggeleken is, vagy az adventi szentmiséken és vasárnapokon nem egyszer. Így kezdődött a szakasz, amit felolvastunk, a három közül egyik. Te vagy Uram, a mi atyánk, mert Ábrahám nem tud rólunk, és Izrael nem ismer minket. Te, Uram, te magad vagy a mi atyánk. Régtől fogva megváltunk a neved. Miért hagytad, Urunk, hogy letérjünk útjaidról, és hogy megkeményítsük szívünket? Ahelyett, hogy félve tiszteltünk volna, fordulj felénk újra te szolgáidért, örök részed törzseiért. Ó, bárcsak széttépnéd az egeket, és leszállnál. Színed előtt megolvadnának a hegyek, mint ahogy a láng felgyújtja a rőzsét, és ahogy a tűz felforralja a vizet. Így neved ismerté válna ellenségeid előtt, és a nemzetek megrendülnének színed előtt. Leszálltál, és színed előtt megolvadtak a hegyek. Nem hallotta soha senki, valóban fül nem hallotta, és szem nem látta, hogy lenne Isten rajtad kívül. Aki ilyeneket vinne végbe, azok javára, akik benne bíznak. Te elébe sietsz annak, aki az igazsághoz szabja tetteit, és aki útjaidon járva rád emlékezik. Íme, te haragudtál ránk, és mi mégis tovább vétkeztünk, bűneinkben vagyunk, régtől fogva bárcsak megszabadulnánk. Olyanok lettünk, mind akár a tisztátalan, és igaz voltunk, mint a beszennyezett ruha. Elfonnyadtunk, mint a falevél, és gonoszságaink, mint a vihar, elsodortak minket. Nincs senki, aki segítségül hívná nevedet, aki fölkelne és beléd kapaszkodna. Mert elrejtetted előlünk arcodat, és kiszolgáltattál minket bűneink hatalmának. Mégis, Urunk, te vagy a mi atyánk, mi vagyunk az agyag, és te, aki formálsz. A te kezed művei vagyunk, mindnyájan. Ne haragudj ránk, Urunk, oly nagyon, és ne emlékezzél többé gonoszságainkra. Figyelj ránk, és lásd meg, mindnyájan, a te néped vagyunk. Ez a hallott izaiási rész, amit szerettem volna említeni. Ugye ebben a szakaszban olyan szépen beszél, igazából az Isten békét keresi, de azt is érzi, hogy a nép, a választott nép letért az útról, és keresi a szíve örömét, és erre vigaszt is ad. Ugye a vigasztalás az Istennek a békéje, szeretete. De nagyon különös, hogy az adventi időben a gyertyák sokszor ma már lilára vannak kívülről festve, vagy hát a külső burkolata lila a gyertyának, mert ez a lila szín, ez igazából a bűnbánatra emlékeztet. Az emberi bűneinkre, nyomorúságainkra, amelyek csak Istenben nyernek bocsánatot, feloldást. És ezért is szerepel ez a lila szín a miseruhán, a terítőkön, esetleg, és hát ezek emlékeztetnek minket arra, hogy ez egy olyan időszak, ahol az ember megnyithatja a szívét, egy új kezdet, egy megindulás, egy új kezdet, rajta menjünk fel az Úr hegyére, az Úr házába, mert Sionról jön a tanítás, Jeruzsálemből az Úr igéje, mondja másutt a Szentírás ugyanígy, a próféta Izajás, és valahogyan ez az adventi idő nálunk az egyházi évnek a kezdete. Tehát mi az egyházi évet nem január 1-től számoljuk, december 31-ig, hanem éppen már az advent hozzátartozik ehhez a kezdethez, egy új kezdés. És tulajdonképpen arra figyelmeztet, hogy
önmagunkba tekintsünk, és keressük a békét, amelyet Istentől nyerhetünk el. A világban is van egy béke, és jó, hogyha béke születik, de látjuk, hogy háborúságok, feszültségek is vannak, és a világ urai sokféle módszerrel, sokszor talán saját szempontjaik szerint szeretnék rendezni a világ sorsát, életét, de talán, ha nem is csak egyéni érdekek, de nemzetek vagy nagyobb nemzetek haszna vagy kihasználása is szerepet kap ebben, és látjuk ennek a szomorú helyzetét a háborúkban, gyűlöletben fogalmazódik meg, és hát éppen az ellenkezőre a karácsony ünnep, amire készülünk, hiszen Krisztus elhozta számunkra a békét, és ő nem ezt ajánlja nekünk, hanem a megértést a nemzetek között, a békességnek a keresését, hiszen az ember, látjuk, nem tud békét teremteni. Először is önmagunkba kell a békét keresnünk és megteremtenünk, és a bűnbánat pont erre tanít bennünket, és erre hív, hogy valahogy ez megszülessék mi bennünk. Karácsonykor majd az angyalok éneklik, dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú, az Istennek tetsző embereknek. És ez a mi szerepünk. Mindenki nem lehet nagy ember, úgymond a világban, de mégis a szívünkben tudunk békét teremteni egymás között. Itt van az adventi kezdet, az adventi idő, és hát mi is szeretnénk ezt a békét szolgálni, ott, ahol élünk, amely megmutatkozott a betlehemi istálóban, amikor az isteni gyermek közénk jött, belőle áradt az Isten szeretete. És nekünk is ezt a békét kell másokkal megvalósítanunk, miután önmagunkban is ezt keressük, és megkaphatjuk az Isten ajándékaként, de a szomszédokkal való kapcsolatunkban, vagy esetleg másokkal, rokonokkal való kapcsolatban tehetjük ezt meg. És ahelyett, hogy mástól várnánk ezt a békességet, nekünk kell előbb lépnünk, talán meghallgatni a másikat a családban, összejönni jobban, odafigyelni a másikra, törődni vele, több időt hagyni, esetleg az esték folyamán, és nem a megszokott televízió nézés netán, ha valaki ez ragadja mindig állandóan el, vagy egyéb dolgok kössenek le bennünket, hanem egymásra figyeljünk, meghallgassuk, lássuk a másikat, másik arcán vegyük észre a másik embert, aki ott közelünkben van, akikkel találkozunk, munkahelyen vagy bárhol. Egy kicsit rajtunk is múlik ez, de ez nekünk is töltekeznünk kell az imádságban, a virasztásban, a megállásban, és nem loholva, kapkodva, futni, lótni, futva, ahogy esetleg sokszor megszopjuk a mindennapok taposó malvában, hanem inkább úgy elmélyülni, olykor magunkba térni. Hát valami ilyesmit jelent ez az adventi időszak. Éppen valaki mondta nemrég, hogy aki mindig siet, az elesik. Föl kell állni, és újra kell haladni. Tehát valami ilyesmi, hogy valahogy ott lenni, virrasztva az élet sűrűjében a dolgaink, mi dolgaink közepette is. Oda hallgatni másokra. Általában azt mondjuk, hogy ő kezdeményezzen, ő miért ilyen morcos, vagy miért olyan, de hát nekünk is jobb lenne, hogy mi is tudnánk lépni, vagy egy szót szólni, vagy úgy fordulni másokhoz, hogy az nekik is örömet jelentsen, vagy valamiképpen hát egy ilyen kibékülést jelképesen, ha más nem. Nagyon érdekes az adventi időszak, mert itt tapasztaljuk meg, az Isten jön felénk. Ha csak mi erőlködnénk, nem mennénk semmire, de a próféta azért könyörög, hogy az Isten, az, mint atya, érdekes, atyának szólítja az Istent, természetesen szép ez a kifejezés, te vagy a mi atyánk. Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk atyátlanok, és nem a saját erőlködésünkből tudunk bármit is elérni,
hanem ő ad nekünk ehhez indítékot, ő kelti fel a szívünkbe azt a vágyat, hogy egy jobb, szebb világba tudjunk élni. Hát ilyen lényeges dolog még, hogy a halhatatlan Isten lesz emberré. Ugye a karácsony titka, de hát erre is gondolunk már előre. És a halhatatlan Isten halandó lesz. Odaadja az életét azért, hogy minket megmentsen, hogy mi halandók megnyerjük a halhatatlan örök életet. Ezek nagy titkok, mély titok karácsonynak a titka. Sokszor a jászol mellett ott van a kereszt is. Hát a jászol csak önmagában még a születést mutatja az isteni gyermek számunkra, de a keresztet is oda szokták állítani olykor, mert ez a gyermek, ez az életét adja odaértünk. És ha nem lett volna emberi testet, nem vett volna fel az örök ige, Jézus, ha nem vett volna föl emberi testet az atya örök fia, egyszülött fia, aki öröktől az atyától születik a Szentlélek által, akkor nem halhatott volna meg, és ezért van a jászolnál a kereszt, hogy ő önként a mi testünket magára vette, sőt a szenvedést, a keresztet. Így kerül a jászol mellé például. Ő a mi békességünk, és hát ez érvényes mindannyiunk számára, és minden helyzetben a karácsony titka is már egy ilyen megnyugvást is ad. Vannak, akiknek a szeretteik elmennek, párszor megemlítettem most a napokban, és azoknak ugye a gyász, a fájdalom, vagy a betegség nem könnyű, az ágyhoz kötöttség, és azért mégis már az örök életnek a fénye, reménye itt is fölragyog a karácsony titkában, hiszen megvigasztal minket az Isten abban az ő kegyelmében, hogy az életünk az nem csak az örök életet támadunk, tehát nem csak itt fejezzük be egyszerűen, sajnálatos módon, hiszen az mindig nehéz, tudjuk, különösen a hozzátartozóknak, de a szenvedőnek is, de az örök karácsony az Istennél van, azt ő tudja megadni, és azért ez a reménység megvigasztal minket minden helyzetben tulajdonképpen, és hát így próbáljuk ezt az időt kicsit éberen, fölfelé tekintve is, az imádságban, lélekben fölemelkedve, hát tölteni, eltölteni egyre jobban, hogy az mi atyánk, az gyermekének fogad is, mint megkeresztelteket kivált képpen, különösen magához akar ölelni már itt a földi életünkben, és törődik velünk, és tőle várunk mindent, persze az emberi igyekezetek is szépek, jók, de azért igazában ő az, aki lehajol felénk, és fölemelhet minket.